Jó estét kívánok! 2024 első kulturális magazinját látják. Kívánok sikerekben és szeretetben gazdag, boldog új évet minden nézőnek. Idén is változatos programokkal várjuk Önöket, remélem minden keddeste néznek majd minket. Ma este lesz komoly és rockzene, de egy könyvvel is megismerkedhetnek. Lássuk a tartalmat! 70 éves fennállását ünnepelte az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Ifjabb Vas Tibor könyvének bemutatóján forgattunk. A 40 éves metál zenekar lépett fel városunkban. A Pokolgép zenekar is fellépett a Metál Karácsonyon, mely programot immár 12. alkalommal rendezték meg a Civilházban. A nagy sikerű együttes közel 2 órás koncerttel örvendeztette meg a rajongókat. Az est folyamán fellépett többek között az Ózdi Vírus és a kazincbarcikai Mitra. A program fővédnöke Janicsak Dávid polgármester volt. Az Ózdi Vírus együttes zenéjével kezdődött a Metál Karácsony koncertsorozat a Civilházban, ahol este 6 órakor fogadták a rock és metál rajongókat. Már 12. éve annak, hogy karácsony környékén a keményebb zenét kedvelő fiataloknak programot szerveznek a Civilházban. Az idei esztendőben a rendezvény fővédnöke Janicsak Dávid polgármester volt, a főszervező Olá Kálmán. Azt lehet mondani, hogy minden évben full telt ház van. A 12 év alatt megfordult itt, nem tudom, közel 50-60 zenekar. Ugyebár az érdeklődés az nagy, meg szeretik az emberek így évvégén ezt. Tehát élő zene, 5 zenekar lesz, Vírus zenekar fog kezdeni, Ózdi zenekar. Utána Barcikai Mitra, Old Dreamers, Pokolgép, csak végén meg itt egy Ózdi zenekar, fiatal Living Force lesz. Amikor a hétfőt fesztivál volt, már akkor kérdezték sokan, hogy lesz vagy nem lesz, de ugyebár ez mindig úgy mondom neked, hogy nyár folyamán szokott ez eldőlni, hogy hogy lesz ugyebár támogatók, de most polgármester úr biztatott róla, hogy a város visszaszáll ebben, hogy a város támogatta ezt egy ideig, most ha minden jól megy, akkor megígérte, hogy a közeljövőben is támogatni fogja a várost, és reméljük, hogy még ez hosszú távig, meg több, reméljük, hogy sok olyan zenekar fog idejönni, akiért el kell menni Ózdról megnézni, mert ugyebár ezek a zenekarok nem nagyon jönnek Ózdra, mert ugyebár ez nem olyan, mint egy falunap vagy egy városnap, ahol elmennek, viszont az emberek pedig szeretik. Reméljük, hogy még hosszú távon fog működni eddig is. A Civilház a 10 órakor kezdődő Pokolgép együttes fellépésére telt meg igazán. A város polgármestere is üdvözölte a rockzenekart és a rendezvényt. Amikor Arróba dolgoztam, akkor Kálmán és Zsolti elhozták oda a tóparti rockpartit, ahol megismertem főként azt a csapatot, akik ezt a zenét szeretik, és azt kell mondjam, hogy nagyszerű volt. Én ott sok bulit szerveztem, de minden társaságból kiemelkedő volt az, aki a metált és a rockot szerette. A legjobb banda volt mindig, a legjobban figyeltek egymásra. Azt gondolom, hogy akik itt vannak, azok nagyon jó helyen vannak, nagyon jó bulit csinált a Kálmán. Örülök, hogy segíthettem neki. Én azt gondolom, hogy ezt folytatni kell a jövőben is, ő már megpendítette, hogy abba akarja hagyni, de nem fogom hagyni neki. Úgyhogy élvezzétek csak ezt a ma estét is, metál! És akkor most a tényleg egy csapatos színpadon, ha? Bátran! Megvan házak között, ne
Nagyon sok ismert dalt hoztak magukkal a zenekar tagjai, akik 2023-ban fennállásuk 40. születésnapját ünnepelték. A Pokolgép együttes nevéhez köthető az első magyar heavy metal album, az 1986-ban megjelent Totális Metal. Az egyik alapító Kukovec Gábor volt, aki ma is a zenekar élén áll, összefogja a csapatot. Az, hogy én vagyok a zenekar vezetője, ez valamiért rám ragad, de természetesen mindig kikérem a társaságnak a véleményét, és közösen beszéljük meg a minket érintő problémákat, a nehéz helyzeteket együtt próbáljuk megoldani, és valószínű, hogy ezért tud a zenekar mindig tovább menni. Épp arról beszéltünk, amikor jöttünk út felé, erre felé, hogy mintha Erdélybe járnánk, ugyanazok a hegyek vannak, ugyanazok a kanyargó terepek, tehát elég nehezen is jöttünk, mert végig köd volt, de ide mindig ezer örömmel jövünk, mert akiknek játszunk, azok ezer örömmel várják, hogy játszunk, és szerintem ez a leglényegesebb dolog, de szerintem itt most másodszor vagyunk ezen meg a műfázban. Azokat a dalokat hoztuk, amiket a közönség úgy nagyjából kirostál, tehát mondják, hogy miket játszunk, és természetesen próbáltuk úgy beállítani az egész műsort, hogy más legyen a számoknak az összetétele, mint ami hónap lesz, mert hónap lesz szintén egy 40 éves koncert, de az nem itt nálatok, hanem Budapesten a Barba Negrába, és ott nyilván egy kicsikét más műsor lesz. Tehát, mert tudjuk azt is, hogy lesznek olyanok, akik minket kísérnek mindenfelé, és nem akartuk, hogy ugyanazt a műsort kétszer meghallgassák. És mivel itt most rengeteg zenekar van, így valószínű, hogy nem fogunk 2 óránál többet játszani, mert a többiekre is tekintettel kell, hogy legyünk. Nem leszünk. 2024-ben biztos, hogy meg fognak jelenni majd Pokolgép kiadványok. Reményeim szerint nem egy, hanem 2 kiadvány, de hogy melyik lesz ez, az majd kiderül. Minden esetre ez a magyar költőknek a vers megzenésítése is a tarsolyunkban van. Szerintem az majd egy kicsikét később fog megjelenni. De egy Pokolgép sorlemez meg fog jelenni, illetve lesz majd egy 40 éves jubilami Pokolgép kiadvány, ami viszont csak 2 szám lesz, ellenben Németországban lesz legyártva, és ez egy olyan nagy lemez lesz, amin csak 2 szám lesz. Ez egy ilyen jubileumi kiadvány lesz, a címe is az lesz a dolognak, ami erre a 40 éves zenekarra jellemzi. Egy áldomást fogunk a közönségünknek küldeni a 2 számos nagy lemezzel kapcsában. Soha nem láthatták könnyed a szemünkben, a volt is észre sem vettem. Féltünk egymástól, váltunk biztatást. Segíts! Így lettünk mi! Rossz, gyerünk! Vannak születtünk az utca neve. Tóth Attila 2010. május 1-től lett az együttes énekese, azóta is rendszeresen koncerteznek Magyarország és a környező országok rock színpadain. De 2010. szeptemberétől a Madách Színházban is megmutathatta különleges hangi adottságait, Jézust alakította a Jézus Krisztus Superstar című rockoperában, de játszott a Nyomorultak és a Macskák című musicalekben is. Derültétből villámcsapás volt, hogy fölhívott a Pinyő, és megkért, hogy legyek a zenekar énekese. Nagyon jól esett, tehát ilyen nagy nevű bandába énekelni, mint a Pokolgép. És hát azóta már eltett 14 év, és hát remélem, hogy nem okoztam csalódást, és hogy a rajongók megszerettek, megkedveltek, de hát ugye mindenki más szeret, mindenki más kedvel, mint ahogy az asszonyaink, a feleségeink is
van, aki szőke, van, aki barna, van, aki minden ember más. Van, akinek tetszik, van, akinek nem. Ez így van rendjén. Egy évi 40 koncertet azért lenyomunk általában, de mindenhol nagyon nagy szeretettel várják a pokolgépet, és nagyon odorakják magukat a koncerten, hogy külön köszönjük ezt nekik. Ma is remélem, hogy itt Ózdon egy fantasztikus koncertet adunk, de egyébként bárhova elmegyünk szívesen, bárhol fellép a zenekar, tényleg a legkisebb közönségben, a legnagyobb közönségben szeretünk játszani. Ez a lényeg, az egész. A jel mondott, a ruhám bőr és nem balon, az eszem is csak pitralol, jegyezd meg jól, amíg a föld kerek, mindig lesznek. Rockerek, így van. Nem csak a helyi és a környékbeli rajongók töltötték meg az aulát, hanem a határon túlról is eljöttek a koncertre. Voltak olyan fanatikusok is, akik már több éve kísérik az együttest. Alóiszántóról érkeztem, az innen egy olyan 120 kilométer. Én évről évre, hát szerintem mióta megy az a évzáró buli, minden éven itt vagyok. A Rimoz zenekarnak már 1000 éve nagy rajongója, meg úgymond barátja is vagyok, segítek nekik. Ez a, hát mondhatjuk már, hogy egy fesztivál is, mert rengeteg zenekar van. Évről évre színvonalasabb, és rengeteg jó zene, most is a pokolgép. Van itten azért mondom, és egyre több ember van, szerintem most is teltház, de ezt még be se fognak férni az emberek, én szerintem. És ez a környezet nagyon jó. Meg ahhozzal legalább ez az egy kezdeményezés van. Dáig volt Arló, ugyebár Arló megszűnt, úgyhogy ez a legjobb tózó, az év záróvé. Hát én megyek el nagyon jó, mert nagyon sok barátom van, akivel évben egyszer találkozok itt, úgyhogy rengeteg. Meg a többiek a zenekarokkal is, azért mondom, szinte napi kapcsolatban vagyok, nagyon jó barátok vagyunk, úgyhogy nem csak a legjobbakat, pozitívokat tudom mondani. A koncertsorozat a szervezők szerint nagyon jól sikerült, mely hagyományt a jövőben is szeretnék folytatni. Az elmúlt év végén az Ózdi Városi Könyvtárban ifjabb Vas Tibor könyvének bemutatójára került sor, Szép volt fiúk címmel. A rendezvényt Csörgőné Csépányi Krisztina könyvtárvezető nyitotta meg, aki átadta a szót Vancák Attilának, aki a könyvírójával beszélgetett. A férfi kézilabdázás 75 éves múltját dolgozta fel az író. Szép volt fiúk címmel ifjú Vas Tibor könyvének bemutatójára került sor az Ózdi Városi Könyvtárban. A szerző beszélgető társa és egyben a könyv lektora Vancák Attila volt, aki korábban a Sporttörténeti Bizottságban is aktívan tevékenykedett.
sport életemben mindig nagy szerepet játszott, gyerekkorom óta sportpályákon nőttem fel. Úsznak a múltjában rengeteg gyönyörű sportág, mert minden sportág gyönyörű, ennek egy része a kézilabda. A kézilabdát magát én nem űztem, én teniszpárti vagyok, voltam, meg leszek is. Összegyűlt sok anyag a kézilabda múltról. Ennek egy meghatározója volt, hogy életem egy jelentős periódusában sok kohászati főnököm kézilabda valamilyen szintjén főnöke, irányítója, edzője volt. Ilyen név, mint Csobó László, Petróci Lajos számít a sportág történetében. Amikor elkerültem a kohászattól, akkor fogalmazódott meg, hogy mindenképpen összegyűjtöm az emlékeket. A férfi kézilabdázás 75 éves múltra tekint vissza városunkban. A szerző ennek a történetét dolgozta fel 1948-tól 2020-ig. 1948, akkor még kezdődött a kézilabda élet. Sok putnoki bányász srác úgy döntött itt Ózdon, hogy elkezdenek kézilabdázni. 48. augusztus 20-án volt Sajó Szentpéteren egy torna, bányászok égisze alatt. 1950. április 1-én lett szakosztály. Hát ez nem tréfa volt, április 1-i téma, hanem napjaink is működik. Indult ózdivasasként, utána ózdikohász lett, és 1993-tól ózdikácé. A mű megjelenését komoly kutatómunka előzte meg, amit jól mutat, hogy több mint 300 ember kerül benne megemlítésre. Az író forrásként alapvetően a helyi és a megyei sajtóra hagyatkozott. 50-es évekkel volt gondom, akkor úgy a helyi, mint a megyei sajtó nem a sportot helyezte előtérbe. Hozzájutottam sok egyesületi anyaghoz. Értem ez alatt, hogy küldött közgyűlési beszámolók, szakosztályi jelentések, egyéb edzői jelentések, ezekből összeálltak én. Hál' Istennek elkényeztetett a kézilabda társadalom bennünket. Először is a női csapat is feljutott az első osztályba, hamarabb, mint a fiúk. Fiúk sokáig a NB1 meghatározói voltak, egy budapesti honvéd, egy elektromos, egy tatabánya reszkető lábakkal jött ide. Sok nagy egyéniség volt a klub életébe, például a Maros Istvánt említeném, világválogatott volt, egy olimpikon, egy meghatározó. Meg egyáltalán az a légkör, ami egy kézilabda mérkőzésen zajlik, akár a régi időkben, a szabadtéren, akár a csarnokban, az mindenkinek élmény volt. A szerző minden ózdinak ajánlja művét, de különösen azoknak, akik szívügyüknek tekintik a helyi sportot. Jubileumi koncertet adtak az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai. Az intézmény 70 éves fennállása alkalmából tartott ünnepélyes zeneiesnek a digitális erőmű csarnoka adott otthont. A kamara együttesek és egyéni előadók által játszott könnyű és komoly zenei dallamok is felcsendültek, valamint táncos produkciókkal is készültek. Az eseményre számos érdeklődő érkezett, szinte minden szék foglalt volt.
Hangszeres zene, ének és tánc is szerepelt abban az ünnepi műsorban, melyet az Ózdi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 70 éves fennállása alkalmából rendeztek a digitális erőműben. Az intézmény elődje 1953. október 11-én nyitotta meg kapuit, ekkor kezdte meg az Ózdi Állami Zeneiskola első tanévét. Az oktatás jelenleg zene, tánc, képző, iparművészet és színjátszás tanszakokon 17 pedagógus és 305 növendék részvételével folyik. Boros Géza, az intézmény igazgatója kiemelte, örömmel tölti el, hogy a mai múló világban az iskola immár 70 éve áll a művészet szolgálatában. Ez nagy öröm számomra, hiszen mai világunkban olyan sok minden rövid időt él meg, hamar tönkre megy, és hogy ez a zeneiskola már 70 éve áll, és azt gondolom, hogy töretlenül fejlődik. Ez egy óriási pozitívum és egy óriási öröm számomra, és talán elmondhatom azt, hogy ez a városnak is nagy jelentőségű dolog, és egy ekkora méretű városnak kell igenis egy művészeti iskola. Több hetes felkészülést vett igénybe, már lázasan készültek a kollégák, illetve itt a digitális erőműben a kollégákkal folyamatosan egyeztetünk már hónapok óta, hogy ez a rendezvény jól sikerüljön. Nagyon sok segítséget, támogatást kaptunk, úgyhogy reméljük, hogy jól fog sikerülni ez az alkalom. Zenés és táncos produkciók lesznek. A képzőművészeti bemutatónkat azt majd tavasz felé fogjuk megtartani, ugyanennek a 70. évfordulónak a keretében, hiszen akkor lesz a gyerekeknek elég műalkotásuk ahhoz, hogy abból egy kiállítást rendezzünk ennek a tanévnek az anyagából természetesen. Én nagyon nagy örömmel és szeretettel, én nagyon jól érzem magam itt Ózdon, félelmekkel érkeztem, nem ismertem a várost, de nagyon sok segítőkész emberrel találkoztam, már a úgymond igazgatói pályám elején is nagyon sok segítséget kaptam, akár vezető kollégáktól, akár itt a városban élő művészetet pártoló és szerető emberektől. A közel két órás koncerten kamaraegyüttesek és egyéni előadók által játszott könnyű és komoly zenei dallamok is felcsendültek. A vendégek hallhattak többek között hegedű, gitár és zongora játékot is. Természetesen a méltán népszerű Elker Bells formáció is készült néhány dallal, főként a karácsony hangulatát idéző szólamok csendültek fel előadásukban. Mindemellett a szólóénekes produkciók sem maradhattak el, amellyel a csengő hangú fiatalok elvarázsolták a közönséget. Egy magyar karácsonyi dallal készültem, a címe Karácsonyi dal, a Pannoniai estétől. Számomra nagyon aranyos és nagyon szép ez a dal, hiszen nem csak... Ugye a többi ilyen boldog, vidám karácsonyi dal mellett azért fontos, hogy ilyen komoly, mély tartalmú karácsonyi dalokat is hallhassunk, úgyhogy ezért választottam ezt. Ma
A zenei produkciók mellett színes, mozgalmas előadásokat is megtekinthettek az érdeklődők. A táncos növendékek már számos helyen és versenyen remekeltek, így az ő fellépésük is szinte kötelező eleme volt a jubileumi műsornak. Az ifjú hölgyek évek óta gyakorolnak szinte minden nap. 4 éve táncolok, nagyon tetszik nekem ez a sport, igazából mindig ezt szerettem volna csinálni. És mik a jövőbeli terveid a tánccal? Szeretném folytatni, ameddig csak lehet, nekem nagyon tetszik. A művészet az évek folyamán folyamatosan változik, alakul. Szerepe azonban még ma is az, ami régen volt, a lélek formálása. A művészetek által megtalálhatjuk a kapcsolatot önmagunkkal, a világgal és másokkal. Választ találhatunk az életünkhöz kapcsolódó kérdésekre. A művészetek segítenek a szórakozásban, de talán még fontosabb, közönségformáló ereje. Köszönöm, hogy velem tartottak. Jövő kedden újra várom Önöket a képernyők elé, magazinunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján újra visszanézhetik. Én mára megköszönöm figyelmüket, kellemes időtöltést kívánok a jövő keddi viszontlátásra.